gyorsan iskola van, szóval, hogyha esetleg menő cuccokkal akarod elkezdeni az iskolát, akkor elérás legfelsőbben megtalálod a shopomnak a linkjét, és ott tudsz válogatni. Na, jó, mindenki lesz, szívesen Sászkindra vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, nem mással, mint Kissel. Sziasztok! Én vagyok láthatatlan Kiss! Yeah! Szóval most ez a videó nem másról fog szólni, mint hogy egymás fogjuk trollkodni bizony egész nap, és nektek kell majd a végén eldönteni, melyikünk volt a noob, és melyikünk volt a pro trollkodó. Viszont még mielőtt belevágnánk a csodálatos videóban, mi az, ami nagyon fontos, Kiss? Hogy iratkozzanak fel, és nyomjanak egy lájkot! Hányra? 3-ra! Jó van, számoljunk el közösen. Közösen még nem számoltunk. Na, 1, 2, 3! Most! És aki most megtette, az mi? Mit kap? Mi? Ilyenek? Az Danista és kis kutya. Kisista. Nem, az jó van, nem baj. Kis van. Dani fan, kis van, köszönöm. Na jó van, hát akkor ez egy trollkodás, akkor a következőben már én is jövök. Na, sziasztok, nem. Akkor találkozunk ott, de hogy nem. Na srácok, ahogy látom, így is van, Kiss bizony ott horgászik. Hú, na milyen más, hogy is mondjam? Jaj. Szóval mi is lenne az az alkalom, ami nem ez, hogy, vagy mi? Nem tudom mit mondok. Mindegy, a lényeg, hogy találhatnék ennél jobb alkalmat, hogy valakit szétszivassak. Szóval, ja. Villám bűzlik előrelépést, az igen, na jól van, oké, a villám bűzliket elértek is. Na jól van, mi lenne, hogyha mondjuk, na váltok, van egy nagyon jó ötletem. Átmegyek pervébe, és mit tudom én, eljátszom, mint hogyha a halak? Na, a halak megtámadnák őt. Mondjuk mit tudom én, mi lenne, hogyha mondjuk a halak kidobnának neki, mondjuk rohadt húst, a rohadt húst nagyon nem szereti. Dobjanak ki egy pár rohadt húst. Legy. Legy. Halacskák! Na mi az? Ez rohadt halak, vagy mi? Hát igen. Jézus. Istenem, nem látom, hogy volt egy fogásom. Na jó, mi az, hogy kidobhatnak neki? Váltok. Eskü, van egy ötlem. Hol vannak a ilyen állatleszomlók? Váltok, eszközök, közlekedés, biztos nem itt van. Egyéb, itt van az egyébnél. Jó van, mi lenne, hogyha mondjuk macskai... Hát Kiss ugye nyilván nem szereti a macskákat. Mi van, hogyha itt lenne mögötte egy cica? Jaj, cicák! Nem szoktátok rám. Szegény! Ne, hol van az a nagy polip? Hol van az a nagy polip? Vagyatok, nyúlidőző, lazac... Mi van, hogy egy csomó lazacot lerakok? Csóhal. Elszaporodtak a halak! Hát igen! Ez jó! Húhú! Na már, most kell valamit csinálnunk, Na, elesik az eső! Mi lenne, ha bosszancs idéző? Mi az a bosszancs? Nem tudom, lerakok ilyen bosszancsokat. Ó! Jaj, ne! Jaj, ez egy nagyon csak az. Jó, oké, megöltem őket, na jó. Oké, és leleplezés! Ha, én voltam! Még a bosszancsokat is te raktad le? Igen! Istenem! Egy nulla! Ezért úgy vissza fog leszivatni! Nincs még... Csak! 1-0, elég durván 1-0 van, szóval igen! Nem fogsz tudni... Prankmestert úgyse vágod oda? Prankmestert? Hát most a prankmestert elég jól oda szivatták! Persze! Ideges vagy? Nem. Na jól van, oké. Legalább egy vicces volt. Hát igen. Igen. Na jól van, akkor a következő szivatás pedig majd Kiss fogja elvégezni. Én elmegyek szépen a szokásos napjaimat intézni, és hát reméljük, hogy nem fog tudni azért annyira nagyon megszivatni. Ja, nehogy bármi dolog történjen. Jól van, igyekszem. Na, menjünk. Na, szavaztok, srácok. Most én Kiss, és én fogom most Dani trollkodni. És kérdeztetek, hogy hogyan, mert ugye a kezem ugyanúgy kises, de alapból úgy nézek ki, mint egy normális kis falusi. És fel fogom gyújtani így először mondjuk a fákat, vagy mondjuk a faházakat. Utána megvádolom veled Danit, hogy biztos, hogy ő volt, és hogy feljelentem a rendőrségem, meg ilyesmi. Jó, most egy kicsit így gyújtsuk fel. És most menjünk oda, hogy... És hát, hol van? Hol van Dani? Ott van. Mondjuk ezt a házat felgyújtjuk. Majd nem tudom, majd megkeresem a tulajdonosát, és adok neki sok nevén, meg neki gyémánt, hogy valamit így, nem tudom, pénzt veszítse miattam. Na,
Jó napot kívánok! Jó napot! Miért kell gyújtogatni a falut? Gyújtogatni? Éppen farmászkodom. Azt ugye tudja, hogy ezért simán fel is jelenthetem, szóval állítsen, mielőtt még nem baj lesz. Sem. Mi ég a falu? Igen, ezt mondom! Miért ég a falu? Hát ezt magától kérdezi, ön gyújtotta fel, ezért mondom, miért kell felgyújtani, miért? Semmit, nem én voltam! Jézusom! Maradjunk komoly szinten, nem röhögtem az előbb, abszolút Jézusom. Nem. Hát ez sajnálom, egy kicsit megszívta, eloltottam egy tüzet. Ezt csinálta? Maga! Eloltottam egy tüzet, tekintsen rám hősként. Én nem csináltam semmit! Aha, persze, ez majd a rendőröknek is mondja. Mi? Okay, mert az én közöm, hogy én oltottam el? Aha, hát igen, a saját maga után már oldhatja. Uram, de a félház leéget, gratulálok, uram, ugye? Uram, de ez nem én nem voltam. Nem. Aha, persze. Nekem ez nincs közöm. Na jó, akkor mondjuk csináljuk azt, hogy... hogy tűzi játékozott, és hogy ezért is, így nem tudom. Ki az az hogy... őrült, aki ilyeneket csinál? És akkor így nem tudom, elmondom, hogy mi az, hogy csendháborítást csinált, vagy valami ilyesmi. És Istenem, ott is... Miért kell tűzi játékoznod, Istenem? Mit csinálom? Megháborítod a csendet! Én nem csinálok semmit! Aha, tehát akkor még süket is van kis, és nincsen tudatában a testeinek. Legyen én nem rosszabb. Csinálom semmit, én éppen a tüzet... Most is tűzi játékozik, hallja? Nem csinálok semmit! Ez tuti maga volt. Én? Hát én maga vádolgat engem? Feljelentem ezért is, hívom a rendőrséget. És maga is engem izél, hogy én voltam, miközben én itt oltom a tüzet. Hát gratulálok, ha már meggyújtotta, akkor az a minimum, hogy el is oltja. Nekem ez nincs közöm, nem én gyújtottam meg, én itt tökre békésen farmászkodtam meg minden. Aha, persze. Igen, látja? Jó, no, mindegy, én megyek rendőrségre, adjon békén, majd ezt jó, a rendőröknek mondja. Jó, menjen, majd úgyis megbeszélem a rendőrökkel, mert nekem hinni fognak. Van. Oké, akkor most pedig volt farm. Hirtelen így amit rá. Semmiért van. Istenem, visszamegyek inkább a farmhoz, mert az ilyen ember... Hú, de elegem van. Gratulálok, még vízzel is elárasztotta! Mi nagyon ügyes volt! De miért kellett ezt? Én csináltam! Mit csináltam én? Te csináltad! Én, tehát maga Istenem. Ezt mondja, hogy ezt én csináltam? Istenem, igen! Jézusom, maga sem normális. Aj, Istenem, hát te vagy itt! Mi én vagyok itt? Hát te vagy itt! Te vagy itt, te csináltad! Nem! Tudod mit? Megegyezhetünk egy dologba. Te se vállalod, én se vállalom, akkor senki farmja. Mi a... De ne robbold már fel a farm! De mi szemem nem fog felrobbanni, mert... Víz. Hoppá. Neked amúgy... Várjál mi? Húcsa a kezed. Ja, de nem tudom, nem szoktam napozni, azért egy kicsit fehér vagyok. Na mindegy, megyek a rendőrségre, viszlát! Magyarod le azt a bőrszettet magáról! Milyen bőrszettet? Hát azt a bőrszettet, ami magáról! Mindenért feljelentem, adjon békén! Aha, na jó, oké, rendben, vegye már le azt a bőrszettet, kérem! Milyen bőrszettet? Maga nem a normális! A bőrszettet, ami magámban! Hagyjon már békén! Látszik, hogy egy bőr... És miért van magán nyakörv? Milyen nyakörv? Magán ott van egy... Na jó van, kis elég volt! Gyere vissza! Milyen kis? Kis vagy, tudom, hogy kis vagy! Ha-ha-ha! Ne próbáld meg beadni az ártatlan, tudom, hogy te szia! Vagy. Szia! Na vedd le a izét, elég volt a... Ennyi volt! Ú, Istenem! Nagyon-nagyon elhitted, aha, aha! Na ki a menő? Na ki végig a menő? Tudtam, végig. Aha, végig tudtad, aha! Igen. Na, így néz ki egy noob trollkodó, itt van előttünk. Ha. Ez nem voltál, de vagy a noob trollkodó, én vagyok a... Jó, majd ezt a nézők eldöntik. Kommentben írjátok le, ki volt a jobb, és hát köszi szépen, hogy itt voltatok, és itt tartott velem, Dani! Igazából te tartottál velem itt az elején, na mindegy, jó van! Tök mindegy, itt tartottunk egymással, sziasztok! Igen, sziasztok!